itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a civilradio.net-en. Günzberger Dóra vagyok, szerkesztőtársammal Szilágyi Zsolttal együtt üdvözlöm a hallgatókat. Iránban 2022. szeptembere óta tüntetés hullám zajlik, amelynek kiváltó oka az erkölcsrendészet által a fejkendő nem megfelelő viselése miatt letartóztatott, majd tisztázatlan körülmények között elhunyt fiatal kurd nő Mahsa Amini halála volt. Az ország egész területén jelenlévő tiltakozás hullám már alapvetően kormány és rendszerellenes megmozdulásán nőtte ki magát. Mai adásunkban a tiltakozás társadalmi és gazdasági okairól, az iráni rendszer reakcióiról, valamint a tüntetések iráni bel- és külpolitikára gyakorolt hatásairól beszélgetünk Barati András iranistával, az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének kutatójával. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy adásaink nem csak a civilradio.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a YouTube csatornánkon, valamint a SoundCloud-on, a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban, méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kütyüvel. Mai vendégünk Barati András, az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének kutatója. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és itt vagy velünk. Köszönöm szépen a meghívást. A témánk tehát Irán és az iráni események, pontosabban a 2022. szeptembere óta tartó tüntetés hullám, amit egy kurd nő Mahsa Amini halála váltott ki, gyanús körülmények között halt meg, az, hogy pontosan mi történt vele, az tisztázatlan. Miért pont most van ekkora tüntetés hullám Iránban? Igazából Mahsa Amini halála egyfajta gyújtópontnak volt tekinthető. Már láthattuk korábban is, az elmúlt 5 év során, tehát 17-től kezdődően nem volt olyan év, amikor ne lettek volna tüntetések, megmozdulások Iránban. Ezek túlnyomó részt gazdaságiból történtek. Egyrészt ez köszönhető volt annak, hogy Rouhani elnök a kedvezményes deviza váltást eltörölte, ennek köszönhetően az élelmiszer árak az egekbe szöktek, úgyhogy egyértelműen emiatt vonultak elsődlegesen az utcára az emberek, de természetesen a társadalmi hátterének, a társadalmi sérelmek, úgymond ezek mindvégig rendkívül súlyosak voltak, és ez egészen addig fokozódott, míg nem pont Mahsa Amini esete, ami egyébként nem egy egyedülálló eset volt, ebből több is volt korábban hasonló. Ráadásul az, hogy pont egy kurd hölgyről beszélhetünk, ennek köszönhető, hogy pont most ekkor. És ez volt az a bizonyos gyújtópont, ami ezeket a tüntetéseket okozta. Röviden próbáljuk meg összefoglalni, hogy pontosan milyenek ezek a szociális kérdések vagy problémák, amiről szól ez az egész megmozdulás hullám igazából. Nyilván van valami fajta fogalma a magyar hallgatónak arra, hogy körülbelül miről van szó, és jó lenne, hogy egy picit így kontextusba is helyeznénk, hogy ez mondjuk a mai iráni rezsimen, vagy a mai iráni életen belül mennyire hangsúlyos problémákról van szó, mióta tart. Ugye azt tudjuk, hogy ez egy teokratikus állam, van valami fajta elképzelésünk róla, hogy nagyjából milyen keretek között mozoghat, de nem tudjuk szerintem igazán elképzelni, hogy a modern Irán az milyen, és olyan egyszerű dolgokról beszélek, hogy az emberek az utcán hogy mozognak, tehát hogy mit láthatunk, ha elmegyünk, és ehhez képest milyen ez a mostani hullám, ami ezek szerint a 4 hónapos időtartammal egy jelentős megmozdulás hullámnak tekinthető. És hát nyilván rengeteg mindent hallunk róla azért. Igen, a maga a legfontosabb pontja, vagy ami igazából kiváltotta az okot, az igazából Mahsa Amini letartóztatásának az oka is egyben. Ez pedig a hijab kérdése, vagyis a fejkendő kérdése. Ugye őt az erkölcs rendészet, Agaste Ersad állította meg az utcán, és hát vitte be az egyik rendőrőrse. És igen, hát ott nem tudjuk, hogy pontosan mi történt vele, de azt tudjuk, hogy 2 nap múlva már az intenzív osztályon van. Tehát maga ennek a hijabnak a hordása, az egy
kötelező dolog ma az iráni iszlám köztársaságban. Ez egy meglehetősen hullámzó volt a 20. század folyamán, ugyanis még az előző, tehát a 79-es iráni iszlám forradalmat megelőzően a hijab hordása tilos volt. Na most ez a forradalommal tökéletesen az ellentéte lesz, tehát onnantól kezdve kötelezővé teszik, kötelezővé válik, és ennek a helyes hordása, hogy hogyan is kell a hijabot helyesen hordani, ennek is megvan a maga szabálya, amit értelemszerűen a fiatalok igyekeznek úgy kikerülni, megtalálni azokat a pontokat, tehát hogy minél inkább úgy hordani. Például van a nőknek a hajában olyan csat, vagy bármihez hasonló, ami még fenn akad a hijab, a kendő, tehát ergo nem lehet azt mondani, hogy ne hordanák, de ugyanakkor a teljes elülső része, úgymond a fejüknek, vagy a hajuknak, az kilátszik. Ugye a cél az a hajnak az eltakarása. Ez alapvetően tényleg a fiatalabb generációnak is, itt elsősorban az úgynevezett Dahai Hashtadig, ha arról beszélünk, és a 80-as évek generációjáról. Itt a 80-as éveknél fontos, hogy nem a mi 80-as évünk, hanem az iráni időszámítás szerinti 1380-as években születettek, tehát ez lényegében a Z generációról beszélhetünk, akiknek már semmiféle emléke nincs arról, hogy milyen is volt az élet az iráni iszlám forradalmat megelőzően, vagy egyáltalán milyen volt az élet az irak-iráni háború alatt, 1980 és 88 között. Ugye ez az a generáció, amely már sokkal tisztább világképpen rendelkezik. Lényegében a közösségi médiának köszönhetően alapvetően ugyanannyira tájékozottak a világot illetően, mint akár egy amerikai vagy brit tinédzser. És itt van az igazi probléma. Tehát ezek a fiatalok nem tudják valahogy, tehát értelemszerűen, amit látnak a közösségi médián, aztán kiteszik a lábukat az iszlám köztársaságba, hát az erősen ellentétbe áll egymással, és ezért is a tüntetésének ugye az egyik jelszava az a szabadság. Nem véletlenül, ők ezt szeretnék. A gyújtópont lehet, hogy a hijab volt, és a nők jogai, a nők kérdésé, de ez egy tágabb kontextusba helyezve, itt inkább a szabadság, hát lényegben tényleg a szabadság az, amit rendkívül sérelmez ez a generáció, és fontos megjegyezni, hogy náluk már egy elég komoly szakadás vagy ellentét található köztük, illetve a szülők között, az idősebb generáció között, ahol már nem is feltétlenül csak egy generációs szakadékról beszéltünk, hanem egy sokkal mélyebb törésről. Ez a generáció már nem tudja megérteni, vagy nem akarja megérteni, nem akarja elfogadni azt az autoritást, amit az iszlám köztársaság képes, nem tud azonosulni az iszlám köztársaság értékeivel, és talán ami még súlyosabb problémát okoz a rezsim számára, hogy nem csak, hogy az iszlám köztársággal, mint egy államformával, mint egy berendezkedéssel kezdenek szembenállni, hanem magával az iszlámmal. És ezt nagyon jól példáztam most a hétfőn, ha jól emlékszem, most hétfőn kivégzett Majid Reza Rahnavardinak a, hát igazából tényleg a kivégzése előtt készült videója, amely egyértelműen hát iszlám ellenes érzületeket mutatott, és most pont nemrég hallottam egyébként egy iráni viccet arról, hogy alapvetően ugye az iráni történelmet két korszakra oszthatjuk, az iszlám előtti és az iszlám utáni korszakról. Most már azzal viccelnek, hogy a 2022-2023 utáni időszak lesz az iszlám utáni korszak. Úgyhogy nem csak magával az iszlám köztársággal szemben van problémája azoknak a tüntetőknek, akik az utcán vannak, hanem ez most már lassan az iszlámra is kiterjed teljes mértékben, ami egy sokkal jelentősebb probléma a iráni vezetés számára. Még a konkrét követelések, tehát hogyan jelenik meg a szabadság, mint fogalom ezekben a követelésekben? Vagy vannak egyáltalán konkrét követelések? Ez a másik probléma, hogy nincs. Nincsen egy program, nincs egy manifesztó, nincsenek pontos követelések, hogy igen, ez mit is takar, hogy több szabadságot szeretnénk. A nők jogait illetően ez mit is takar pontosan. És az iráni vezetés maga sem tudja. Épp ezért, ha jól emlékszem, egy héttel ezelőtt vagy két hete pont, hogy a reformista táborhoz fordult jó pár keményvonalas politikus,
egyáltalán, hogy képet kapjanak arról, hogy, hogy vajon mi is ez, mit is követelnek vajon. A reformistáknak egyébként nincsen közük, nem ők állnak a tüntetések élén, hiszen, mint említettem, a tüntetők úgy, hogy van az egész, hát, hogy idegen szóval egy establishment-től el akarnak távolodni, de még mindig a reformisták állnak a legközelebb ahhoz, amit ők követelnek. Ők egyértelműen ugye az iszlám közösségen belül képzelik el ezeket a engedményeket, kompromisszumokat. Minden bizonnyal a tüntetőknek ennél sokkal radikálisabb elképzeléseik vannak. Ők ugye forradalomról beszélnek, aminek azért van egy elég negatív konnotációja, és főként az iráni vezetés számára, ahol rengetegen vannak még, akik pontosan emlékeznek még, milyenek is voltak a 70-es évek, amikor is ők, mint egyfajta ellenzéki mozgalom illegalitásba vonulva, hogyan működtek, és hát szervezték meg a forradalmat ugye a SAH ellen, a SAH megdöntésére. Akkor azért ez kicsit érdekes, hogy itt a forradalomnak van egy pozitív és egy negatív jelentéstartalma is, vagy van egy olyan narratív, amiben pozitív fogalom van. A forradalom egy másikban pedig abszolút negatív. Nyilván a regnáló hatalom sosem örül egy forradalomnak. Viszont ugyanakkor, hogyha iszlám forradalomról van szó, arra viszont nagyon büszke. Tehát nem véletlenül forradalmi gárdának nevezzük ugye a iráni vezetéshez legközelebb álló fegyveres csoportot, ugye lényegy a hivatásos hadsereg mellett egy párhuzamos hadseregről beszélhetünk, hiszen ők is, ahogy a nevük is mutatja, ugye Pazdaron Enkelab, tehát igazából ők a forradalom őrei lényegében. De a tüntetők számra egyértelműen egy pozitív dolog, amit várnak, és már igazából ezen dolgoznak, hogy minél hamarabb ez megtörténjen. De ugye nincs se program, se vezető. Igen, hogy azért ez egy problémás helyzet abban a szempontból, hogy abban a pillanatban, hogy ennek a mozgalomnak lenne egy vezetője, azzal szemben, vagy azokkal szemben egészen határozottan felléphetne mostani iráni hatalom, gondolom én, amelyik nem mondjuk a türelméről, bölcsességéről és arról híres, hogy nagyon óvatosan és az asztalok mellett döntene el ilyen, vagy beszélne meg ilyen kérdéseket, nem? És pont itt van a másik probléma, hogy mivel az iráni vezetés emlékszik arra, hogyan is hát lényében hozta össze az iráni iszlám forradalmat, ezért pontosan tudja, hogy mekkora szerepe volt annó Khomeini ajatollahnak és az ő alakjának, mint a forradalom vezére, a forradalom vezetőjének. Ezért van az, hogy látható rengeteg videón az, hogy nagyon sok motoros rendőr bizonyos embereket kipécéz, elkap és elvisz. Ő pontosan azokat az embereket keresi, akik potenciális vezetői lehetnének ezeknek a mozgalmaknak, ezeknek a tüntetéseknek. Úgyhogy úgymond a múltbeli tapasztalatokat így tudja kamatoztatni. Emellett igen, valóban, hogyha az ember meghallgatja, elolvassa a jelenlegi iráni felső vezetésnek a nyilatkozatait, akkor egyértelműen látja azt, hogy nem hajlandóak kompromisszumra, bármi, ami nem az agresszió, azt ők gyengeségnek ítélik, és ez egy jelentős akadály annak, hogy bármiféle változás alakuljon, változás jöjjön, illetve ha engedményeket tennének például a hijab kérdésében, azt az irányvezetés akárhogyan nézzük, mindenképpen arcvesztésnek fogja felfogni. خشکیده شد کاری بکن
غیر گریه مگه کاری میشه کرد؟ کاری از ما نمیاد، زاری بکن. اون که رفته دیگه هیچ وقت نمیاد، تا قیامت دل من گریه میخواد. هرچی دریا رو زمین دار خدا، با تموم ابرای آسمونا. کاش که می داد همه رو به چشم من، تا چشم به حال من گریه کنن. اون که رفته دیگه هیچ وقت نمیاد، چرا چشمم اشکشو کم میاره؟ ez itt továbbra is az Orient Express. Folytatjuk a beszélgetést Parati András ironistával. Nagyon merevnek és rugalmatlannak írod le ezt a rezsimet. Ennek ellenére viszont azért felmerült, ha jól emlékszem, nagyjából egy hete Mohammed Jafar Montazeri iráni főügyész jelentette be azt, hogy az erkölcsrendészet feloszlatása napirenden van az iráni iszlám köztársaságban, és utána felmerült az a hír is, hogy a hijab kötelező vététét, illetve a hijab kötelező hordását is feloldják. Erről lehet tudni valamit? Vagy ez tényleg csak pletyka volt? Ez egyelőre még csak pletyka szintjén van meg. Az biztos, hogy a közösségi médiának köszönhetően az már látható, hogy egyre kevésbé tartják be. Tehát maga ez az úgynevezett erkölcsrendészet, hogyha fogalmazhatunk, vagy fordíthatjuk így, egyre szabadabban kezeli a hijab hordásának a kérdését. Tehát sokkal kevesebb a letartóztatás, sokkal kevesebb hát járókerült zaklatnak. Ezzel viszont ezt én nem valamiféle engedménynek tekinteném, hanem egész egyszerűen valamiféle taktikai visszavonulásnak. Amíg nem hallunk semmi konkrétumot magától a legfőbb vezetőtől, Ali Khamenei ajatollahtól, addig minden csak spekuláció. És már pedig ő a beszédeiben jelenleg semmiféle hasonlót vagy erre mutató jelet nem láthatunk a beszédeiben, nyilatkozataiban. Akkor ha már erre utaltál, akkor hagyd tegyem fel azt a kérdést, hogy tudjuk-e, hogy milyen a döntéshozatali rendszer most az iráni kormányzatban, hogy pontosan hogy zajlik ez, mennyire meghatározó az egyszemélyi vezetés? Alapvetően ugye az iráni rendszer, maga ez az iszlám köztársaság, mint egy teokratikus berendezkedés. Itt alapvetően megvan a három hatalmi ág, mindegyiknek élén egy vezető, tehát megvan a végrehajtói hatalmi ág, aminek ugye most Raisi, az elnök a feje, ott van a törvényhozásnak a parlament házelnöke, aki jelenleg Kalibaf volt teheráni polgármester, illetve ott van Mohsen Ejei, aki pedig az igazságügynek a feje. Na most a legfő vezető pedig a három hatalmi ág fölött áll. Tehát alapvetően minden döntés az rajta keresztül kell, hogy menjen, viszont
természetesen úgymond hát alkotmányos fékek, ellensúlyok, azok nincsenek vele szembe, vagy az ő pozíciójával kapcsolatban. Noha van egy testület, az úgynevezett szakértők gyűlése, ami elméleti szinten ugyan leválthatja a legfő vezetőt, de ehhez olyan feltételeknek kell teljesülnie, ami egész egyszerűen szinte gyakorlatban lehetetlenné teszi ezt, illetve ők választják a legfő vezetőt, de tekintve, hogy még csak a második legfő vezetőnél tartunk az iráni iszlámkészítések történelmében, ezért még komoly precedensekről nem beszélhetünk. Tehát minden döntés az alapvetően a legfő vezető jóváhagyásával történik, vagy tőle ered. Hogyan fenntartható a rendszer? Mi az, ami ennek azért nagyon jelentős és sokadik tüntetés hullámnak, aminek az egyértelmű üzenete az, hogy ez így nem jó? Tehát hogyan tartható össze, mi tartja össze még a mostani iszlám köztársaságot? Az egyik legfontosabb legitimációs eszköze az iszlám köztársaságnak azok a választások. Úgyhogy ebből a szempontból talán még erre mondható, hogy talán a legfontosabb legitimációs elem, amit gyakran ki is használnak, hangsúlyoz az iráni vezetés. Nem is annyira fontos számukra az eredmény, azt már ők egyrészt úgy is tudják, hogy mi lesz, hanem inkább a részvétel. Tehát mindig az sokkal hangsúlyosabb, hogy mekkora volt a részvételi arány, mint hogy most ki, mikor, mennyi százaléka, hogyan nyert, és a többi. Hiszen ez ad számukra valamiféle legitimációt. Úgyhogy az iráni egyébként az egyik legsűrűbben választásokra járó nemzet. De akkor ezek a választások tulajdonképpen azt a fajta legitimációt is adják, egyrészt, hogy a kormányzat valamilyen módon ugye tud hivatkozni ezekre, ugyanakkor el is várják az állampolgároktól, hogy ezen részt vegyenek? És aki mondjuk kilép a rendszerből, az nem vesz részt a választásokon, ha nem vesz részt a választásokon, az abban ez annak a bizonyíték, hogy kilépett a rendszerből, tehát ilyen értelemben akár még szankcionálni is lehet? Rendszer ellenesnek tekinthető? Szerintem lehetne, de alapvetően nagyon sokan mennek választani. Most pont a legutóbbi választás ez mondjuk éppen nem ezt mutatta, de hogyha van olyan jelölt, mint például annó még ugye 2013-ban volt Hassan Rouhani, aki aztán két cikluson keresztül elnök volt, akkor az óriási tömegeket tud mozgósítani. És ezért fontosak a választások, hiszen igen, ez lesz a hivatkozási alap, amire elmondhatják, hogy tessék, megvan a támogatottsága a rendszernek. Mivel volt olyan népszerű Rouhani? Egyrészt kívülállóként jött, az neve az szinte teljes mértékben ismeretlen volt 13 előtt. Ugye különböző, hát nem éppen a reflektorfényben lévő pozíciókat töltött be, pedig lehetett volna, hiszen azért ő volt annó még a legelső tárgyaló az E3 és Irán között a nukleáris tárgyalásokkal kapcsolatban, aztán később a Nemzetbiztonsági Tanácsnak volt az elnöke. Úgyhogy alapvetően ezek nem voltak, például nem Teherán polgármestere volt, mint mondjuk Ahmadinejad vagy Kalibaf, tehát nem egy olyan pozícióból jött. Illetve ami nagyon fontos még, hogy minden választás megelőznek a választási viták, és ezt nagyon szívesen sugározza az iráni állami tévé. Na most a legelső szereplése Rouhaninak már meghatározó volt, senki nem ismerte őt, nem tudta, hogy kicsoda, nagyon kedvesnek tűnt. Na most rögtön az első vitán kiderült, hogy mindenkibe, hát mondhatom úgy, hogy beleállt, és rendkívül agresszíven és támadólag. Ez értelemszerűen mindenki számára szimpatikus volt, hogy egy meglehetősen hát a lakosság által a legtöbb jelöltet eléggé korruptnak tekintették, és akkor jött ez a kívülálló, aki ráadásul főleg a külpolitikát tekintve rendkívül, hát mondhatjuk, hogy mérsékelt irányvonalat képviselt, viszont nem társadalmi a kérdésekben, ami például fontos. De a külpolitikai kérdésekben igen, és ez bőven elég volt ahhoz, hogy óriási támogatottságot nyerjen, és hát két cikluson át. És ezt meg is tudta őrizni, igen, 4 évvel később, aztán 17-ben is. Ezzel szemben Raisi elnök?
Ő igazság szerint nem, hát nem mondhatjuk, hogy nem a lakosság választotta őt, hanem az iráni vezetés választotta őt. Ő egy nagyon fontos kádere a rendszernek. Az ő karrierje egyébként mintaértékű, ahogy ível felfelé az igazságügyből jött, neki azért a múltjában vannak sötét foltok, amiket igyekeztek azért, főleg a nemzetközi sajtó értelemszerűen az iráni kiteregetni, de még így is azért ott rengeteg dolog van, amiről nem tudunk. Minden esetre az ő népszerűsége közel sem akkora. Tehát a választáson talán 50%-ot alig ért el a részvételi arány, és hát azért nem nyerte el a nép szívét. Lehet azt mondani, hogy akkor ő a rendszer válasz a Rohanira? Tehát, hogy volt valaki, aki a rendszer... Rohani is a rendszer kiválasztottja volt, mert nélküle nem nyert. Tehát a rendszer nélküle egész egyszerűen nem lehet nyerni. Ez annak köszönhető, hogy ugyanis van egy másik fontos testület, ez az őrök tanácsa, aki minden egyes elnök jelöltet előtte megvizsgál, úgymond a hátterét, és a végén majd aztán előállnak egy listával, hogy kik lesznek majd elnök jelöltek, kik lesznek választhatóak. Ugye nagyon fontos, hogy ugye, még korábbi választáson például Khomeini-nek az unokáját is sikerült például kiszűrni erről a listáról, mert azon az, vagy azzal az okkal, hogy a, úgymond a vallási háttere nincs meg hozzá, vallásjogi képzettségi háttere nincs meg hozzá. Továbbra is az Orient Express. Folytatjuk a beszélgetést Parati András iranistával. Ebben a rezsimben, amiben nagyon, nagyon szigorú szabályok vannak, iszlám köztársaságról beszélünk, aminek az intézményei is leképzik ezt az ideát. Mekkora valós mozgástér a változásra?
az értékelésed szerint? A mozgástér az lényegében tényleg csak olyan szinten valósulhat meg, amit az elnök személyében látunk. Tehát mondjuk egy Rouhani után, aki mérsékeltnek volt tekinthető bizonyos kérdésekben, nem minden kérdésben, de egyes vonatkozásokban, illetve mondjuk itt van Raisi, vagy Rouhani előtt ki volt, Ahmadinejad, aki hát igen, tehát ő azért egy emlékezetes figura. Úgyhogy a mozgástér az alapvetően az elnök személyében van. Ezért is van ő az előtérbe helyezve, ő az, aki megy az ENSZ közgyűlésre beszédet tartani, nem pedig maga a legfőbb vezető, aki hát valamilyen szinten lényegében az állam fölött áll. Úgyhogy mozgástere a rendszernek nagyon-nagyon kicsi. Innen nézve feloldhatatlan ellentét, vagy tehát a konfliktus szerintem feloldhatatlan. Az a kérdés, hogy lehet-e változtatni ezen a rendszeren? Bennem ez merül föl. Nyilván kívülállóként beszélek erről, vagy kívülállóként teszem fel ezt a naív kérdést. De hát mennyire monolitikus ez a teokratikus berendezkedés? Muszáj lesz változtatni, mert alapvetően nem politikai kérdésekről van szó. Tüntetésének számtalan oka van, úgyhogy ebből kifolyólag például az, hogy a választási rendszer sem igazán fair, ez ugyanúgy a része. De jelenleg inkább a társadalmi problémák azok, amik a felszínen vannak, úgyhogy ebben lehetne egyébként engedményeket adni, vagy kompromisszumokra jutni, de erre az iráni vezetés jelenleg még nem mutat hajlandóságot. Úgyhogy még ha el is halnak a tüntetések, a sérelmek nem fognak csak úgy eltűnni, úgyhogy a társadalomnak azok a szegmensei, amik már kiábrándultak a rendszerből, azok továbbra is hát, csalódottak maradnak, és ezzel még inkább úgymond a társadalmi tőkéért fogja elveszteni a rezsim. Egy kicsit beszéljünk meg arra, hogy hogyan reagál a rezsim a tüntetésekre, mert amennyire ez innen jó messzire Irántól látszik, azért ez közel sem egységes. Erről tudsz egy pár szót mondani? Sokkal látványosabb és sokkal agresszívebbnek mondható ez az iráni Kurdisztán tartományban, illetve Szisztán-Belugisztánban. Ugye mindkét régió rendkívül problémákat okoz a jelenlegi vezetésnek. Szisztán-Belugisztánban ugye alapvetően belugyok lakják többségében, akik szunniták, illetve iráni Kurdisztánban is azért főleg szunniták laknak, úgyhogy ez mind a két régió egy elég komoly kihívást állít a rezsim elé, és pontosan ennek köszönhető, hogy ott azért sokkal keményebben nyúltak a tüntetésekhez, főleg meglepő volt Belugisztánban az úgymond az agresszív mértéke, de láthattuk, hogy talán a legelső olyan alkalom, amikor maga a forradalmi gárda is megjelent, az pont iráni Kurdisztánban volt, ahol egyébként expliciten ki is jelentették, hogy már pedig itt most komolyabban fognak fellépni, és jelentek meg komoly járművek, illetve maga a forradalmi gárda is. Ezzel ellentétben Teheránban nem lehet ezzel találkozni. Természetesen ott is ugyanolyan keményen leverik a tüntetéseket, és próbálják feloszlatni a tüntetőket, de amennyire úgymond a periférián látható, azért annak a mértékét nem éri el. Azt tudjuk, hogy mennyi áldozata van ennek a leszámolásnak, vagy van erről bármi információnk, ami megbízható? Megbízható információval nagyon nem rendelkezünk, nem igazán, ugyanis elég komoly információhiánnyal küzdünk. Ennek oka az is, hogy rengetegszer lekapcsolják az internetet az országban, illetve ahol csak tudják, értelemszerűen ezt próbálják akadályozni, hogy az információ kijusson, de hát igen, tehát pont ahogy említettem, ugye itt egy fiatal generációról beszélünk, tehát mindenki videózik, és próbálja kijuttatni egyből az országból. Elvileg olyan 500 főről beszélhetünk, viszont itt tüntetők és rendfenntartó erők együtt. De ez csak egy megközelítő szám, nem tudhatjuk pontosan egyébként.
Azt teljesen biztos, hogy amit az iráni vezetés ad ki adatokat, az, hát ezt nem szabad komolyan venni, hiszen értelemszerűen elfogult, de amit úgymond a nyugati sajtó próbál, az sem feltétlenül tükrözi a valóságot. Napvilágot látott a hír, egy nagyjából egy hete történt ez is, hogy több tucat tüntetőt halálra ítélt a rezsim, és ebből kettőt már ki is végeztek. Ez milyen üzenetet közvetít a tüntetők felé? Ez elég erős üzenete ahhoz, hogy elfojtsa ezt a tüntetés hát ez is maga az elrettentésnek a része egyértelműen. Ráadásul bocsánat, ezek ilyen... tudjuk, hogy kik voltak ők? Ki a két áldozat? Mind a ketten ott voltak a tüntetéseken, ha jól emlékszem, mind a ketten a 10-es éveik, tehát ilyen 18 évesek voltak talán, ha jól emlékszem, tehát de ebben nem vagyok biztos. Igen. Tehát mindenképpen nagyon fiatalok. Így van, és mind a ketten, de úgy, hogy van az a tizenvalahány fő, akiket halálra ítéltek, ők elvileg részt vettek, vagy az ő kezük által, vagy hát igen, elvileg miattuk halt meg egy Basiji, vagyis a rendfenntartó erők egyik személye, de pontosan ezeknek a körülményeit sem tudjuk, hiszen egyfajta úgynevezett ilyen gyorsított eljárással történt meg az ítélethozatal, úgyhogy ennek a hátterét nem ismerjük pontosan, viszont tény, hogy ebből két szemét már ki is végeztek. Arról tudsz egy picit mesélni nekünk, hogy milyen gazdasági hatásai vannak a tüntetéseknek? Ugye ez alapvetően egy civil kezdeményezés volt, teljesen egy alulról jövő kezdeményezés, fiatalok, ahogy már nagyon sokat beszéltél róla, de előbb tehát egy idő után csatlakoztak hozzá például gyárak, olajfinomítókkal, szintén sztrájkot hirdettek, nem feltétlenül amennyire én értem, kifejezetten a nők jogainak és a nők helyzetének javítása érdekében, nyilvánvalóan a gazdasági helyzet miatt. Jelentősebb az a pontosan az internettel kapcsolatos mahináció, ugyanis akármikor lekapcsolják vagy lassítják, az óriási bevétel kiesést jelent mind a családoknál, mind pedig magán az államnál. Tehát ezért is nem teheti meg, hogy hosszabb időre ezt fenntartja, mint például a korábbi években. Tehát mostanra már az iráni lakosság, illetve iráni vezetés olyan mértékben függ az internet, hogy ezt egész egyszerűen nem tartatja fenn. Ugye a régióban egészen egyedülálló, ugye a lakosság 85%-a majdnem internet felhasználó. Úgyhogy pontosan talán ebből fakadóan láthatjuk a legnagyobb gazdasági károkat, de hát mellette persze össze kell hasonlítanunk az, hogy a szankciók mennyik kárt okoz. Tehát nehéz elkülöníteni azt, hogy most éppen a szankciók milyen károkat okoznak, az infláció, vagy maga a tüntetések. Ezt nem tudjuk pontosan minek tulajdonítsuk éppen, mikor melyik hatását. Ha már szankciók, hogyan változtatott Irán külkapcsolatain a mostani tüntetés hullám? Lehet ezt valahogy mérni? Hát nem pozitív irányban egyértelműen. Sajnos ez talán a legsúlyosabban a nukleáris tárgyalásokon fog ez majd leinkább meglátszani, ami hát lényegében elakadt. Van most próbálkozás ugyan, hogy újra felvenni a fonalat, és valahogy ezt folytatni és rendbehozni. Most elvileg Irán beleegyezett abba, hogy az atomenergia ügynökségnek az ellenőreit fogadja, de ez még természetesen változhat, illetve az, hogy hogyan fogja ez meghatározni a JCPOA, tehát a 2015-ös nukleáris egyezménynek a jövőjét, azt még nem igazán látjuk. Azt teljesen biztos, hogy nem pozitívan, de talán a legnagyobb csapást az egyezményre inkább itt a iráni drón export okozza, de ez már egy másik ami az oroszokhoz téma. Megy. Így van, igen. Mennyire gyakorol ez valós nyomást Iránra, főleg amit a tüntetések, illetve az emberi jogok kapcsán bevezetett szankciókról tudunk? A szankciók ugye már lényegében a forradalmat követően, tehát 1979 óta vannak, és ezek folyamatosan csak hát gyűlnek, és gyűjtik őket. Aztán ugye ez majd 2005-ben fog egy nagyobb, vagy egy gyorsabban felhalmozódni ezek a szankciók. Úgyhogy mostanra már egy olyan
szankciós rezsimről beszélhetünk, amelyet egész egyszerűen nem lehet csak úgy olyan könnyen feloldani, és ezek rendkívül komoly gazdasági károkat okoznak, mindazonáltal, mivel Irán már 40 éve szankciók alatt, szankciók árnyékában él, ezeknek a kikerülésében már rendkívül profik, talán ez az első számú és legjelentősebb exportjuk, egyébként ez a tudás, aminek egyébként most például az oroszok biztos, hogy hasznát veszik, hiszen ebben tényleg egy nagyon komoly gyakorlattal rendelkeznek, és ez igazából még az olaj eladásokban is a mai napig látszik, hogy egész egyszerűen még mindig képes arra, hogy ilyen szankciós nyomás alatt üzemelje az országot, illetve hát késztette arra, ugye, hogy nagyon komoly gazdasági, hát igazából mindent megpróbáljon maga előállítani. És ebben ugyancsak kimondottan kiváló eredményeket érnek el. بیسوس کیارم به سلامت بازایت و به رهانتم از بند ملامت ره آن یار سفر کرده بیارید تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت که از شهتم راه ببستن آن خال و خط و زلف و رخ و آرز اقامت که در دست تو هم مرحمتی کن فردا که شبم خواب که زود عشق ندامت درمیش بکن داله ز شمشیر احباب که این طایفه از پشت ستانم پشت ستانم بیاندم زنی ازش ما با تو نداری سخن خیر سلامت که من از جور و جفای تو بنالم بیداد لطیفان همه لطف است و کرامت درمیش و کنباله زشن شیره احبا که این طایفه از پشت ستانم پشت ستانم Továbbra is az Orient Express. Folytatjuk a beszélgetést Parati András ironistával. Hogyan próbál még Irán lavírozni? Tehát hogyan próbálja kikerülni még a szankciós korlátozásokat, amellett, hogy ugye mondtad, hogy igyekszik átállni saját termelésre, ahol lehet? Hát egyrészt maguk a nukleáris tárgyalások is ebbe az irányba mutattak. Ugye Irán soha nem vallaná be értelemszerűen, hogy a szankciók fájnak neki, vagy hogy ez károkat okoz, de egész egyszerűen ennek köszönhető, hogy
még képesek az tárgyalóasztal mellé iránt behúzni, és valamiféle eredményeket, vagy, tehát annak köszönhető igazából, hogy az követően, hogy 2016-ban Donald Trump ugye fel kilépett a nukleáris alkuból, ezt követően igazából Irán még mindig valahol reménykedett, hogy ez ettől függetlenül még az egyezmény az egyezménynek ez nem jelenti a végét, a szankciós enyhítések azok még folytatódni fognak, ami nem történt. Ugye jó pár évvel később volt, csak amikor elkezdte ő maga is az általa betartott korlátozásokat egész egyszerűen megszegni, felmondani, úgymond. De még mindig ott van a lehetősége annak, hogy ezt az egyezményt valahogy rendbehozni, mert egész egyszerűen Iránnak fájnak a szankciók. Arról látni valamit, hogy, vagy bármit, hogy például a Biden kormányzat hajlandó-e ebbe az irányba lépéseket tenni, amire az előbb utalta, hogy valahogy visszaépíteni ezt a megállapodást. Ugye nyilván itt az, hogyha Irán egyre inkább az orosz szövetség felé sodródik, az nyilván fáj az Egyesült Államoknak is, tehát ezt valamilyen módon el kell kerülni. Erre egy lehetőség lenne szerintem, ha például ezt a fajta együttműködést ugye visszaépítenék, látni erről bármit? Ez pontosan így volt még Obama alatt egyébként. Ez tényleg akkor látható volt, hogy van egy ilyen amerikai szándék, egy mellékes, de ettől függetlenül fontos száll a tárgyalásoknak. Azonban most erre már kicsit úgymond már ez késő. Tehát így, hogy Irán lényegében belesodródott a ukrajnai háborúba Oroszország oldalán, ebben a vonatkozásban én már azt mondom, hogy itt ezen már nem lehet javítani, de a legnagyobb nehézséget, a legnagyobb problémát az okozza, hogy Irán szeretne garanciát arra, hogy még egyszer ez nem történhet meg, hogy bármelyik szerződő vagy aláíró fél csak úgy kilép az egyezményből. Ezt értelemszerűen amerikai részről várja el ezt a garanciát, amit pedig hát az amerikai rendszer egész egyszerűen nem tesz lehetővé. Nem tudják garantálni, nem tudják mivel ezt garantálni. Úgyhogy amíg igazából ezt nem oldják fel, vagy valaki nem ad megint kompromisszum, engedményt, addig ez nem fog előre haladni, véleményem szerint. Tehát akkor Irán számára az a vörös vonal, hogy legyen egy ilyen garancia, az Egyesült Államok viszont ezt nem képes megadni. Milyen végkimenetelt látsz a JCPOA tárgyalásoknak ennek tükrében? Hát nem túl pozitív a végkimenetelt, főleg annak következtében, hogy már kerülgetjük Oroszországot, de megint erre kell visszatérnem, hogy egész egyszerűen az, hogy most Irán belesodródott Oroszország oldalán a háborúba, ez megint nem afelé mutat, hogy akár Amerika vagy az E3 egész egyszerűen segíteni Iránt abba, hogy valahogy összeszedni, vagy valahogy visszaállítani ezt a nukleáris egyezményt. Úgyhogy alapvetően eddig is egy tetsz-halott állapotban volt ez az egyezmény, és ez szerintem a közeljövőben sem fog változni. Akkor most ne csak kerülgessük Oroszországot. Mit tudsz nekünk mesélni az orosz-iráni kapcsolatokról, még itt a drón történet előtti időszakból? Alapvetően az iráni-orosz kapcsolatok, ha iráni szemszögből nézem, aztán egyszerűbb, és számomra sokkal kényelmesebb, akkor 19. század első felében volt két nagy orosz-iráni háború, amik hát igazából iráni egyértelmű iráni vereséggel szenvedtek, Irán ugye ekkor veszti el a Kaukázust például, és ezt követően lényében két évszázadon keresztül Irán pontosan tudta, hogy kell kezelni Oroszországot, tehát megtartani egy úgymond biztos távolságot Oroszországtól, nem ellenségé tenni. Tehát ez egy olyan lecke volt számára a 19. század elején, amely aztán egészen hosszú ideig kitartott, egészen mostanáig. Tehát pont most látható az, hogy egyfajta, hát nem is tudom, felmelegedés a két ország közötti kapcsolatokat illetően, amelynek már korábban is voltak jelei, Rouhani alatt már ugyanúgy, mint korábban Ahmadinejad alatt, de ez pont az idei évvel valahogy kezdett teljes mértékben átalakulni, mint hogyha talán esetleg egy új szintre emelkedne. Ezt még pontosan ugye nem látjuk, hogy ebből mi lesz, vagy hogy ez merre fog tovább fejlődni. De minden esetre egyértelmű, hogy a két ország kapcsolatában egy nagyon jelentős
fordulóponthoz értünk. Mi az iráni hivatalos álláspont a háború kapcsán? Hát, hogy Oroszország bele lett kényszerítve a háborúba. Tehát alapvetően ugye az iráni, mondjuk úgy, propaganda, vagy az iráni hírportálok általában ezt a véleményt tükrözik, ugyanazt, amit az orosz. Úgyhogy onnan veszik át, ergo igen, szinte teljes mértékben ugyanaz, amit hát ott olvashatunk. Ugye a beszélgetés vége felé egy kicsit még a drónkérdés, illetve a drónok ügyéről kérdeznének. Itt ezért elég tiszta bizonyítékok állnak rendelkezésre arról, hogy Irán valóban adott el drónokat Oroszországnak. Az, hogy ez a cél tiszta volt-e Iránnak, hogy Oroszország hol fogja pont ezeket a drónokat bevetni, ez ugye ez a kérdéses pont. És hogyan próbálja tompítani ennek a hatásait Irán? Nem igazán próbálja, bármint nem látja azt, hogy ebben mi a probléma. Egyedül talán most realizálja ennek a hátulütőit. A előző héten volt talán, amikor a kínai elnök tett egy körutat a Perzsa-öbölben és az ottani országokban, és realizálódhatott ekkor Iránban az, hogy nem biztos, hogy ez a legjobb irány, amerre az Oroszországgal való kapcsolata halad, ugyanis azzal, hogy kilépett kvázi abból a csoportból, azon országok csoportjából, amelyek igyekeztek a konfliktusból kimaradni, illetve semlegesként egyik oldal felé sem senkit sem megvádolni, illetve bármiféle nyilatkozatot tenni, aminek ugye hát Kína az éllovasa. Na most ez megváltozott, és látható, hogy Kína ennek nem örül. Tehát olyan közös nyilatkozatok születtek a kínai elnök látogatásakor, mint Szaúd-Arábiában, mint az Emirátusokban, amelyek egész egyszerűen e felé mutatnak. Tehát az, hogy például a kínaiak lényegében elfogadják, nem is kimondottan, de alátámasztva azt, hogy az Emirátusoknak fennhatóságuk vagy joguk van visszakapni azt a bizonyos három vitatott szigetet a Perzsa-öbölben, amit még anno 1971-ben a Sah csatolt Iránhoz. Ez önmagában egy rendkívül negatív üzenet Irán számára, és ezt az iráni vezetés érzékeli is. Rögtön másnap az iráni sajtó tele volt olyan nyilatkozatokkal az iráni legfelső vezetéstől, hogy már pedig ez egész egyszerűen ilyen, hát elfogadhatatlan. Úgyhogy talán ez lehet egy olyan pont, amely esetleg arra készteti Iránt, hogy az eddig tanúsított magatartásán változtasson, vagy az eddigi kapcsolatain Oroszországgal változtasson, vagy például egész egyszerűen befagyasztja a drón exportot, de erre nagyon kevés esélyt látok. Vannak annyira szorosak és erősek az iráni-kínai kapcsolatok például, hogy a kínai nem tetszés az rákényszerítse az irániakat arra, hogy visszakozzanak? Lehet rá esély, ugyanis pont még idén kötöttek meg egy 25 éves együttműködési egyezményt, aminek a részleteiről szinte senki semmit nem tud, de az teljesen biztos, hogy Irán számára a keleti kapcsolatok, a kelet felé fordulás az rendkívül fontos, rendkívül jelentős, és ebben a két legfontosabb szereplő az Oroszország és Kína. Na most számukra nem igazán érné meg mindkét ország, vagy a két ország közül bármelyiket is elveszíteni. Tehát akkor így tulajdonképpen lavírozniuk kell a között, a két választás között, hogy mennyire köteleződnek el mondjuk így Oroszország van felé, és hogy ennek Kína örül-e vagy nem örül, illetve láthatóan ezek szerint akkor nem örül. Azt tudjuk, hogy nagyjából mondjuk a gazdasági kapcsolatok volumene az milyen, nem konkrét számokra gondolok, csak hogy nagyságrendek tekintetében. Azt tudjuk, hogy a olajeladásokban Kína a legnagyobb partner, tehát az iráni olajexportban, de igazából ennél talán ez a legfontosabb szektor. És ez már önmagában indokolta, teszi ezeknek a kapcsolatoknak az ápolását és fenntartását. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk ma is a nagyon érdekes beszélgetést. Köszönöm szépen a meghívást. És köszönjük a hallgatóknak is a figyelmet. Önök az Orient Express-t, a civilradio.net ázsiai magazinját hallották. A műsor Günzberger Dóra és Szilágyi Zsolt vezették.
felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradio.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a SoundCloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on és az egyéb podcast alkalmazásokban is, valamint a YouTube-on is. A Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Modern Kelet-Ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. Köszönjük a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást! Tartsanak velünk a jövő héten is, a viszont hallásra! Hey, Roa, hey, Roa, hey, Roa, don't let it get home.